Nincsenek könnyű helyzetben idén a horgászok, ugyanis Tolnavár megyében is drasztikusan megemelkedtek a halárak. A 2022-es év aszályos időjárása miatt a sok éves átlaghoz képest ebben az esztendőben csaknem 30%-kal kevesebb állatot tudtak előállítani az erre szolgáló létesítmények. A legnagyobb kárt a ponty állomány szenvedte, mondja a szakember. Tehát a kereslet nőtt, a kínálat viszont ezt nem tudta követni. A jelentős drágulásban a takarmány, az energia és a munkabér növekedése is közrejárt. Mindez azt jelenti, hogy míg 2021 őszén 1 kg piaci ponty tóparti ára nagyjából 800 forint volt, ehhez képest 2023 tavaszán már eléri az 1600 forintot. Az idei évi tavaszi haltelepítést úgy tudtuk mi is megvalósítani, hogy már tavaly ősszel lefoglaltunk egy bizonyos halmennyiséget, és ezt raktuk most szét tavasszal a halgazdálkodási vízterületeinkbe. A haltelepítés azok folytatódni fognak, a következő telepítés az a süllő, tehát ragadozó halak, a süllő és a csuka telepítése lesz, majd pedig az előző évi gyakorlatot folytatva, június végén az idei friss pontból szeretnénk a telepítéseket elvégezni. A pecásoknak azonban nem kell aggódni, hogy lesz-e kapás. Tavaly ősszel kerültek nagyobb mennyiségben pontyok a vizekbe. Ellenben más kérdés, hogy az időjárás eddig nem kedvez a horgászatnak, még nem indult el a halak táplálkozása. Balog Attila elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a TOHOSZ mintegy 20%-kal megemelte a területi jegyek díját. Az elmúlt évek okszerű halgazdálkodásának köszönhetően a halfauna természetes szaporulata egyre inkább növekszik, tehát egyre több kisméretű szaporulat van a vizekben, és ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy az idén a ponty halfaja tekintve próbálunk inkább a piaci méretű pontyokra összpontosítani, tehát minél nagyobb mennyiségben, sőt a telepítések 90%-ában fogható méretű halakat szeretnénk a vizekbe helyezni. A magas árak miatt a Tolnavár megyei szövetség a rapsicokra is felkészült, a rendőrséggel és a halászati hatósággal együttműködve fokozott ellenőrzéseket tart majd a vizeken.